Köszöntöm a kedves nézőket, Tarpától Debrecenig, Tivadartól Fehérgyarmatig. A nagy melegben sokan homokos partra vágynak. A hőségben hideg méltósággal viseljük a Kárpát medencére rászabadult meleg hullámot, amely persze gyorsan szárítja a korongról lekerült friss köcsögöket, a gyakorsókat. A természetet és a társadalmat ingerlő meleg ugyan megvisel bennünket, de közel már a felfrissülés, csillapula forróság, és elvonul hűvösebb égtájakra. És végre a pesti amerikai követ is bekapcsolhatja a légkondit, mert eddig a nagy melegek miatt nem tehette szegény. Van, aki forrón szereti a meleget. Ilyen meleg szívűek, ami homokos part párti, hűséges NATO és EU. Hőségpartnereink. partnereink, parti. Ahogy ígértem, ma önöké a szó, kedves nézőim. Nemrég a trianoni határon túl rekesztett magyarságról az újabb, ezúttal fordított december 5-éről szóltam egy világpanorámában. Arról, hogy hibáztathatjuk mi ellenségeinket, irigyeinket, hazárulóinkat, ha mi magunk is segítkezünk a nemzet elpusztításában, Magyarország megszállásában a határon túli nemzetrészek önként dalolva, vagy ostobaságból vakon vezettetve asszisztálnak a megszálló oláhoknak, tótoknak, rácoknak és egyéb magyar üldözőknek, magyar hírtóknak. Ne is várjunk akkor mást. Csak a Vörös Marti által a szózatban elénkvetített nemzethalál rémképét. Régi kezdettől hűséges nézőim a ballánházas pár Mária és Attila, akik Kolozsváról származtak el és Galgamácsán élnek. Mint írják az említett műsorban, fájdalmasan igaz megállapítások hangzottak el. Kilakoltatnak embereket, ellehetetlenítik megélhetésüket, megaláznak, kitaszítanak saját ősi hazánkból. Rohamosan fogyunk és öregszünk, miközben a besenyők, a bergengócok komoróci új történelem átírásával, újult erővel támadnak ránk minden oldalról. A magyarság kazárosítása folyik teljes gőzzel. Mit tehetünk ilyenkor? teszi fel a kérdést kedves erdélyi származású nézőm, Ballán Mária. Kolozsváron voltam nemrég, egyetlen nővérem temetésén. A sógorom februárban hunyt el. Szegény nővérem fejfájára románul írattak a fiai. Még a nevét is ékezetek nélkül tüntették fel. Nekem fájt, hogy románul jelent meg a fejfán az írás. A négy fia értetlenül fogadta a kritikámat. Ezelőtt 19 évvel még azt hittem, hogy így névtelenül is többet tehetek az anyaországban az összmagyarságért, mint Kolozsváron. De ma már kezdek elbizonytalanodni. A mostani kolozsvári világ már nem az, amit ott hagytunk egykor. Reményik Sándor igaz sorait most érzem át teljes mértékben. És a vers Reményik Sándortól. Íme bizonyosság a Kolozsvári temetőben, mint mé dongása végtelenben, a város úgy elhalkul itt. Kitárja csendtől ihletetten a temető titkait. Itt áll a temető tanúnak, fejfáin magyar még a szó. Kicsiny keresztek összesúgnak, Nesz támad, könnyű, elhaló. Súlyos sírkövek megremegnek, kripták ajtaja megfeszül. A városból csak ez marad meg, a sírkert érintetlenül. Ám ez a bizonyosság, s mint hiába cserélt a búsváros nevet, kiállt a halál némasága, itt csak magyar temetkezett. Komoran csendben, ősi sírba, magyart hantoltak itt csak el. S a sírvers magyarul van írva, itt élned, s meghalnod kell. Az ott festék, két krajcáros, igazság, szentség ez csupán. Halottaiban él a város, itt él egészen, igazán. S halkonyatkor ha vándor téved e helyre, ég a hegyorom. A temető az igaz élet, virraszt a halott városom írt a Reményik Sándor 1920-ban, Trianon évében, amidőn Magyarországot mostani szövetségesei földarabolták, amidőn a magyarságot mostani barátai fölszabdalták, halára ítélték. Folytatom, kedves nézőm, Ballán Mária sorait. Sajnos a házongárdi temetőt is elérte a változás sötét árnyéka. Már nem tud vírasztani a halott városon, megvannak még a rokonaim és a hírességek sírhantjai, de már elterjedtek a tőlünk idegen sírfeliratok, cifra sírkövek is. Szegény Pósta Béla professzor föld alatti kriptáját és sírbolytját 1982-ben kiadták az Ivaszku papcsaládnak. Azok kidobatták a professzor érckoporsóját a csontokkal együtt. A koporsó fedelének maradványai még ma is a kerítés oldalában hányódnak. Így tisztelik Kolozsváron a legnagyobb régészek egyikének, Pusta Béla professzornak az emlékét. Szerencsére összefogással sikerült jelképes sírhantot állítani számára. Nyugodjon békében, és ne tudja meg soha a fájdalmas valóságot. Kedves galgamácsai nézőim, Ballán Mária és Attila levelük végén Fekete Gyulát idézik, aki kongatta, de hiába a vészharangot, mert profétaként látta előre, hogyan pusztul és hal ki a magyarság, és jönnek helyébe ingyen élő, magyar rabszolgákat kizsákmányoló, élősködő népségek. Hogyan kerül kisebbségbe saját hazájában, ősei földjén nemzetünk? Így jártak nagy elődeink, a sumérok is. Hiába teremtettek világrengető műveltséget, a pusztító, élősködő szemét népek kihasználták a sumérok befogadó gyöngeségét, közönyét, torzsalkodását. És aja népek beleültek a kézbe, majd fölélve, elpusztítva azt, odébáltak. Mint ma az erdélyi románok, olasz, spanyol és francia országba. Lelakták Tündérországot, és most lelakják az őket ellenünk ezek támogató nyugatot is. Elvégzik a piszkos munkát. De hát nekünk magyaroknak maradnunk kell, ezt parancsolja a magyarok istene. Mit is mondott a jövőbelátó Fekete Gyula rólunk magyarokról? A múltja az, ami a nemzetet nem hagyja meghalni. A jövője az, ami élteti. Nemzeti eledelünk a próféta sült, a próféta pörkölt, a próféta felvágott. Tékozló ország többnyire megsüti és fölzabálja a prófétáit. De réges régen elpusztult volna már az ilyen sütnivalók nélkül. A remény hal meg utoljára írja a ballánházas pár levele legvégén. Hát igen, kedves Mária és Attila, a napokban otthon voltam a Tisza partján, két megcsonkított magyar vármegye, amelytől elvették egyeit Trianonban, majd Párizsban. Ma már rettenetes módon hal ki ott is a magyarság, fogy el a nemzet legértékesebb, legősibb része, ahol még az én gyermekkoromban is a legszebben beszélték a magyart, az európai alapnyelvet, európai ősnyelvet most ingyen élők, nevükön nem nevezhetők sanyargatják a magyar jobbágyot, akinek adójából az ingyenélők élők A rendőrök őket védik, mert félnek a nevükön nem nevezhetőktől, mert jön az ombudsman, jön a rasszistázás, a szélsőjobboldalizás, a nácizás, a nyilasozás, gárdistázás. Jön az amerikai nagykövet, jön a Habsburg busz, jönnek a kómbanditák és a grün banditák. A magyarság halára van ítélve. Nem csak ellenségei, de saját maga által is. Saját ostobasága, vaksága által. Mert hagyta, mert hagyja magát. Gyáva népnek pedig nincs hazája. Szolganépnek nincs földje. Koldus nincs háza gürcölhet napestig, el kell tartania nem csak a családját, de még a rajta élősködőket, az őt megalázó, a törvény, a bíróságok, a rendőrség által levédett bűnözőket is. Sehol a világon annyi közvetlen és közönyével közvetett hazáruló nincs, mint Magyarországon, a magyarság között. Csoda, hogy még egyáltalán áll Buda, él Magyarország. Csodás a magyarok istenének türelme, hogy még nem fordult el egészen választott népétől. Még nem, de fogytán a türelme. A mi vidékünkön beregi választói, a tarpai kurucok, Esze Tamás talpasai és azok leszármazottai között van eltemetve nemzeti vértanunk Bajcsi Zsilinszki Endre, ki a szemita és a germán veszélyt tekintette a magyarságra nézve a legveszedelmesebbnek, akár csak harcos társa Szabó Dezső első művében, melynek címe Nemzeti újjászületés és sajtó, Bajcsi Zsilinszki Endre, kit a németek üldöztek, és a nyilasok felakasztottak, ezt írja még 1920-ban. Vissza kell térnünk önmagunkhoz, az emberhez. Többet kell törődnünk a jövőben az emberrel, kevesebbet az intézményekkel. Többet építenünk az emberre, kevesebbet a külső formákra. A magyar emberből kell kiindulnia az új élet új integrálódásának. A magyar lelket kell előbb kiépítenünk, csak erre az egyetlen kősziklára emelhetjük az új Magyarországot. Látnak ígék. A németek és kiszolgálóik ezért ölték meg az igazmondót. De ha nem ők akasztják fel Bajcsi Zsilinszki Endrét Sopronkőhidán, megtették volna a nácik és a nyilasok méltó örökösei, a szocialisták és kiszolgálóik a Főutcában vagy a Kozma utcában. Rákosi Rőt Manói és Kádár Apró dögei. Kedves nézőm, Tóth Magdolna Pétfürdőről írta a levelét amíg csak édesapám elbeszéléséből hallottam Erdéről, aki a visszafoglaláskor járt ott, mint katona, hát csak gondolatban képzeltem el egy önyörűséges világot. De felnőttként, ahogy lehetett, odautaztam, majd azt követően még sokszor, legutóbb pünköstkor, a székely gyorssal. Felejthetetlen élmény volt mindig, és nagyon sok barátot szereztem. Ők ott sokkal jobb és nagyobb magyar emberek, mint mi itthon a Csonka hazában. Nemrég viszont a felvidéken jártam, Zarándok úton, a Csalló közben. Ugyanolyan felemelő volt, mint földön. Hazafelé azonban minden illúzióm szerte foszlott. Pozsonyt látogattuk meg, de sajnos mi csak Bratislavát leltük meg. Zoltán atya jól felkészülten, időrendben felsorolta, hány királyunkat koronázták abban a templomban, ahova előre jelezte is látogatási szándékunkat. Nagy szomorúságunkra nem engedtek be bennünket. Előbb esküvői szertartásra hivatkoztak. A várakozási időt városnézéssel töltöttük, de csalódottan tapasztaltuk, hogy egyetlen magyar szó vagy felirat nincs sehol. Ellentétben velünk, ők láthatóan nagyon jól élnek ami nem irítséggel töltött el bennünket, csupán azt az érzést fokozta, amit én úgy éltem meg, mintha hazalátogattam volna a szüleim házába. És a kapuban a gúnyoros szomszéd fiú állta volna utamat, láthatóan jól érezve magát a mi házunkban, és félre nem érthető mozdulatokkal közölte volna velem, hogy ide te be nem jössz, mert itt már én lakom. Pozsonyi látogatásunkon az már csak ráadás volt, hogy magyar érzelemnek nyomát sem leltük, s a kirendelt idegenvezető hölgy folyton lehalkította hangját, körülnézve vajon nem hallották-e meg, hogy magyarul beszél. Szégyenlősen mutogatott rá egy-egy épületre, amelynek magyar vonatkozása volt, és mentegetőzött az esküvői dömpingért, amely miatt nem juthattunk be a magyar koronázási templomba. Pozsony sétáló utcáján több ezer lány vonult egy szépségápolószer gyártó céget reklámozva a Multikulti jegyében. Szépek voltak, de rossz érzés volt tudni, hogy ők már nem is tudják és nem is fogják elmondani a gyerekeiknek, hogy valamikor a Magyarországgyűlés ott ülésezett Pozsonyban visszatértünk a templomhoz, ahol időközben véget értek az esküvői szertartások. Két fiatal hölgy minden kérlelésünk ellenére rázta a fejét, hogy nem mehetünk be. Nem is értették, hottent ott a nyelvünkön megfogalmazott kérésünket, hogy be szeretnénk jutni a templomba. De lehet ez ellen panaszt tenni? Dehogy lehet. Vagyis lehet, de ki meg? Régi közmondás jutott eszembe. Adj a útnak szállást, kiver a házadból. Próbáltam humorosan felfogni, de inkább sírni lett volna kedvem. Az Echo TV-ben hallottam, hogy Kassán is hasonlóan jártak honfitársaink. Szomorú. Írja a kedves nézőm Tóth Magdolna Pétfürdőről. Hát igen. És akkor még sorolhatnók. A jobbára magyar érsek újváron miért nem hajlandó a magyar vásárlóval magyarul beszélni a magyar eladó. Miért nem írják ki magyarul a helységneveket? Ott sem, ahol a tót leereszkedően megengedi a magyar jobbágynak. Miért nem szavazták vissza a szlovák terrorista nevét viselő Guta magyar lakói településük eredeti ősi nevét? Miért nem látni magyar feliratokat a kétharmadnyi többségű Komáromban, Jókai, Lehár és Klapka városában? Még a hivatalok nevei sincsenek magyarul kiírva, holott erre tót törvény van. Csak hát néma gyereknek anyja sem érti szavát. A felvidéki magyarság beletörődött a magyar üldöző nyelvtörvénybe, és tisztelet a kivételeknek szép lassan megtótul. De mit szóljunk mi, hiszen idehaza a magyar üldöző szlovák nyelvtörvény elfogadása ellen kevesebben mentek ki tüntetni a Pesti Szlovák Követség elé, mint a Kínai Követség elé Tibet szabadságáért. Semmi gondom Tibet szabadságával, de Tibetben mikor tüntetnek a felvidék felszabadulásáért? És hát a kínai követség előtti tüntetés résztvevői közül, de sokan álmodoznak ma arról, hogy majd Kína megváltja államadóságunkat, és nagy beruházásokkal tibetesít minket. És hányan váltottak idehaza őrjöngő nagymagyarok is szlovák rendszámot, csak mert ott olcsóbb, fizetve a magyar üldöző ficóéknak. A szlovák kormány propagandának bezzeg bőven megérte, hogy a magyar címerből a kettős keresztet és hármas halmot elorozó szlovák címeres rendszámot annyi magyar kirakta és hordja Magyarországon. Bizony. Így alázták meg a magyarságot a szlovákok, megfogva az anyagiassággal. Emlékszem, pár éve, amikor Salzburgban sokszor megfordultam, az osztrák-német határ bajor oldalán állt egy benzinkút vagy 25%-kal volt drágább itt az üzemanyag, mint pár kilométerre az osztrák oldali kútnál. Sosem értettem, miből él meg ez a út, hiszen a szabad átjárásnak köszönhetően logikus lenne, hogy a helybéli németek a sokkal olcsóbb osztrák úthoz járnak tankolni. De nem, a Bajorkút tartotta magát, német rendszámú autók álltak be. Egy helybéli ismerős magyarázta meg a dolgot. A németek büszkeségből nem tankolnak az egyébként testvéri és hasonló nyelvet beszélő osztrákoknál. An Schluss. Szóval büszkeség. Nemzeti büszkeség még anyagi veszteségek árán is. Ez az, ami hiányzik a magyarból. Ez is Szithatjuk mi az ellenségeinket, átkozhatjuk hazárulóinkat, hogyha a tótok zsebére dolgozunk rendszámmal, hogyha az oláhok előtt hajbókolunk, és folyton bocsánatot kérünk a ráctól, amiért védekezni merészelünk tömeggyilkosságaiktól. Innen jön, hogy a legyöngített anyaország nem képes magát sem föntartani, nemhogy a nemzet megmaradásán fáradozni. Hogy a horvátországi mol kutaknál ugyanaz az üzemanyag sokkal olcsóbb, mint a magyarországi mol kutaknál. Vagy, mint több kedves nézőm is jelezte, Romániában az OTP sokkal kedvezőbb hiteleket ad a románoknak, mint Magyarországon a magyaroknak. Akkor miről beszélünk, tessék mondani? Magyarország leépítése, a magyarság felszámolása folyamatban van. Magyar segédlettel, besenyő és kazár kárőrvendéssel. Nagyszerű földin Kölcsei Ferenc Szatmár vármegye követeként vett részt a pozsonyi országgyűléseken. A reformkor pozsonyi szentélyébe magyar ma már legfőjebb kísértetként óvakodhat be láthatatlanul. De azért a szellem mégiscsak szellem marad. A tót portás vicsorítása ellenére is. Mi akkor is megmaradunk, ha már nem leszünk. Fönnmaradnak dicső elődeink tettei, őket örökíti meg Mozart és Beethoven, Haydn és Berlioz, Liszt és Tchaikovsky, Brahms és a többiek, kik a magyarság műveltségéből merítettek, és magyar ihletésű műveiket akkor is játszák majd a koncerttermekben, amikor magyar már nem lesz e világon. A beteges szlovák kisebbrendűségi érzés, amely a magyarokon torolja meg saját tehetetlenségét és alkalmatlanságát, meg azt, hogy még csetestvérei is lepöckölték. Szóval a mániákus, tót magyar gyűlölet és paranójás félelem tőlünk indokolt, mert mi valóban tovább élünk, ha már nem élünk is. És odáig csak erősödünk. És ha visszatérünk őseink útjára, merről elkalandoztunk, hát... Isten megáldja a magyart jó kedvel, bőséggel, s védőkart nyújt feléje, ha küzd ellenséggel. És végeztendőt hoz reánk, kiket balsors tép régóta, mert megbűnhődte már enép a múltat, s jövendőt. Kölcsei Ferenc vetette papíra e sorok eredetiét a Tisza mellett az én vidékemen kölcsei kipozsonyt és a reformkori országgyűlést saját széthúzó, torzsalkodó és a hatalommal megalkuvó, megvásárolt földiei nemtelen nemesek miatt volt kénytelen elhagyni. Utóbb még csekei sírját is tiporták, ostoba jobbágyok, szolganépek, hogy aztán később fedetlen fővel, vigyázban állva énekeljék a magyarság himnuszát. Sohasem késő, a szellem időtlen és romlatlan. Ez különbözteti meg az államférfiút is a napi megélhetési politikustól. Nemzetünknek vissza kell szereznie, nem kapnia, szereznie régi hitét, méltóságát, büszkeségét. Senki más nem teszi ezt meg helyettünk. Ha nem segítünk magunkon, nem segít rajtunk Istenünk sem, amely minket választott, amikor útnak indított. Húsz esztendő óta mind szélesebb mederben, mind sokasultabb szereposztással, írtózatos terszerűséggel, orgyilkos maszlagolások folytattatnak a magyar életöztön teljes megölésére, a még meglévő magyar szolidaritás szétoldására, a magyar halál minél akadálytalanabb megvalósítására. E sokkoló mondatok nem mag keletkeztek. 1938-ban írta őket az akkori miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében a nagy gondolkodó Szabó Dezső. Ma sem veszítettek időszerűségükből. Mondom, Isteni csoda, hogy a magyar nép nemzetünk még van, és hazánk még áll. E csodából merítsünk erőt, kedves nézőim. Él a magyarok istene, a mi éltetünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Pilis Csabától, a Pécsi Kisposta völgyig, Zalaegerszektől, Nyéklátházáig. Pénteken este fél tízkor várom Önöket itt a világpanorámában. Szeptember 11-e hazugságairól lesz szó, vagyis az igazságról. Mert van igazság, és nincs az a földi birodalom, amely szembe szállhatna vele. Főleg, ha ez az evilági hatalom hamura, sporra épül. Evilági, evil, angolul, gonosz. Ahogyan a törvény, úgy az igazság nem ismerete sem ment a felelősség alól. Viszontlátásra.